Terézvárosi delegáció Zadarban. Újra egészségnap a Széchenyi fürdőben. Célegyenesben a nyugati téri beruházás. Folyamatosan érkeznek a tankönyvek az iskolákba. A nyár végéig működik a terézvárosi napközistábor. Edith Piaf chansonest a Hunyadi téren. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. Horvátország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Gordan Grlić Radman úr közreműködésével létrejött partneri viszony keretében július utolsó napjaiban Hassai Zsófia polgármester, Pap László alpolgármester, valamint dr. Mogyorósi Sándor jegyző a Zadariak meghívására ellátogatott az új testvérvárosba. Az első hivatalos találkozó a Városi Önkormányzat óvárosi épületében volt, ahol Ivica Vlakic alpolgármester és László Kovács, a helyi magyarok közösségének egyik vezetője, egyúttal idegenvezető, fogadta a küldöttséget. A szívélyes hangulatú megbeszélésen Ivica Vlakic ismételten kiemelte, hogy a két népet, a két országot évszázadokon átnyúló kapocs köti össze, mind történelmi, mind kulturális, mind vallási szempontból. Hassai Zsófia kifejtette, Terézváros testvérvárosi kapcsolatrendszerébe beleillik mindaz, amit Zadar képvisel, hiszen a szellemi és az épített örökség, a hagyományok tisztelete mindkét településen a mindennapok része. Továbbá nagyon fontosnak tartja azt, hogy az együttműködés ne csak papíron létezzen, hanem valódi tartalommal megtöltött aktív kapcsolat alakuljon ki a partnerek között. Másnap Božidar Kalméta, Zadar polgármestere üdvözölte a delegációt, majd részletesen beszélt arról, hogy a testvérvárosi megállapodás aláírása létrehozott egy jó alapot, amelyre építve mindkét város számára új lehetőségek nyílnak meg. Számunkra rendkívül fontosak a kapcsolatok más országokkal és városokkal, főként a baráti Magyarországgal, amelyhez szoros történelmi kötelékek fűznek bennünket, jelentette ki. Terézváros polgármestere megköszönte a meleg fogadtatást és vendéglátást, majd első lépésként a kulturális és oktatási együttműködés kereteinek kialakítására tett javaslatot, amelyet a horvát fél örömmel fogadott. Végezetül Hassai Zsófia meghívta Božidar Kalméta polgármestert és közvetlen munkatársait a terézvárosi búcsú októberi rendezvényeire. Ismét egészségnapot rendezett Terézváros önkormányzata a kerületi szépkorúak számára a Széchenyi fürdőben. A vendégeket Hassai Zsófia polgármester köszöntötte, majd kvíz kérdéseket tett fel, és a helyes válaszokért masszázs kupont ajándékozott a résztvevőknek. Mivel a masszázs már az előző egészségnapon is nagyon népszerű volt a vendégek körében, ez alkalommal már két masszőr állt rendelkezésükre. Esmaráz Andrea és Csipak Zoltán kitartóan várták egész nap az érdeklődőket. Geisz Noémi vezetésével a vízi tornának is nagy sikere volt, olyannyira, hogy a gerinckímélő, tartásjavító és relaxációs foglalkozásokat a benti kismedence helyett a külső nagymedencében tartották meg. A prevenciós programok mellett természetesen szórakozás is ismét jutott a vendégeknek. Hevesi Tamás koncertje fergeteges volt, nem csak a terézvárosi szépkorúak, a jelenlévő turisták is mulattak a retro slágerekre. A mai Terézvárosi magazin vendége Geisz Noémi és Csipak Zoltán. Bővebb összeállítást az augusztus 17-i önkormányzati percekben láthatnak. Újra strand nap van, egy hónappal ezelőtt bent a fürdőben köszöntettelek benneteket, most pedig itt a bejáratnál éppen érkeztetek. Hát mit vártok a mai naptól? Jó időt, sok napot, sok fürdőzést, sok úszást, evést, ivást, minden szórakozást.
És pihenést. Sok-sok pihenést, szaunával, masszírozással, és reméljük, hogy ágyat is sikerült szereznünk. P9 óta folyamatosan jönnek a terézvárosi szépkorúak. Ez a 8. egészségnap a Terézvárosi Önkormányzat rendezésében. Valóban ez a 8. alkalom, ami azt jelenti, hogy a mai napon gyönyörű időt rendeltünk a Széchenyi fürdőbe. Ez egyébként az előző alkalommal is így volt, hogy minden kedves terézvárosi szépkorú jól érezhesse ma magát itt. Igyekszünk nem unalmasan, hanem nagyon jó programokkal felpörgetni ezt az amúgy is kellemes napot, hiszen ma is lesz titkos sztárfellépőnk, ezen kívül a kvíz kérdések is elhangoznak, gyógytornára is van lehetőség, minden olyasmire, ami az egészségünk megőrzése érdekében nagyon fontos. Tehát ehhez kapcsolódnak az egyébként éves szinten is többször megrendezésre kerülő szűrési napok, ahol szintén nagyon fontos, hogy prevenciós célra mindenki eljöjjön, és egy rövid fél óra keretében a legalapvetőbb dolgokról, vagy egészségügyi problémákról ne talán képet kaphat. Nyugtassuk meg a kedves nézőket, hogy folytatása következik, hiszen szeptembertől bent az önkormányzatban folytatódnak az egészségnapok. Ez így lesz természetesen, és remélem, hogy jövőre is, és még nagyon sok éven keresztül. Frissen, fiatalosan érkezett meg ide a Széchenyi fürdőbe. Bevallom őszintén, nem gondoltam, hogy ide tetszik jönni hozzánk a terézvárosi strandnapra, egészségnapra. Hogy őrzi meg a fiatalságát? Ezt muszáj megkérdeznem. Teszek, veszek, sportolok, unokázom, biciklizem, nem csinálok. Főzök, kertészkedem, utazom rengeteget. És megpróbálom derűsen felvenni azt, hogy az ember 70 éves. Most tetszik kint lenni első alkalommal strandnapon, vagy már volt? Tavaly is voltam, igénybe vettem. Az előzőt azt sajnos nem tudtam, mert nem volt újságom, és nem tudtam. De különben minden és ilyesmit igénybe veszek. Mit szól ehhez a kezdeményezéshez, ami már most már tulajdonképpen hát 4. alkalommal tart? Ez fantasztikus, nagyon-nagyon jó kis kerület, és köszönhetjük a kedves polgármester asszonyunknak, aki nagyon-nagyon szeretetteljes, és az idősekkel foglalkozik, és sok lehetőséget ad nekünk. Túl vagyunk már a sokadik rohamon, most itt egyedül ül és várja még a úgynevezett későjövőket. A szépkorú nyugdíjasainkat várom még, akik egyébként egy kicsit lassúbbak, a 80-90 évesek, ők később szoktak ideérni. Ezért megadtuk azt a lehetőséget, hogy fél egyig itt várom őket még, akik egyéb vagy orvosi kezelésre szorulnak, és később tudnak idejönni, és nagyon örülnek ennek az időpontnak, hogy tovább is ide lehet érni, mert ugye hát nem vagyunk egyformák, akik reggel egy kicsit gyorsabban tudnak elkészülni, vannak akik lassabban, és azért ezt az örömet megszerezzük nekik, hogy fél egyig én itt vagyok, és várjuk őket szeretettel a mai programra is. Mosolygós arcok itt a Széchenyi fürdőben. Mit vár a mai naptól? Milyen program lesz a fürdésen kívül? Miket fog kipróbálni? A tornát mindenféleképpen, ha bejutok a masszázsra azt is. És aztán persze a Borgómedencét természetesen az a nagy kedvenc. Úgyhogy a barátnőimmel együtt jöttünk, és hát azokkal szeretnénk végigjárni az egészet. Meddig tervezik, hogy kint lesznek? Este 6-ig, biztos. Úgy legyen, még bent találkozunk a hevesi koncerten, csokkolom.
sok szeretettel köszöntök mindenkit. Azt hiszem, hogy Gabriella kolléganőm az jó időt rendelt. Már azt mondta, hogy ezzel dolgozott a legtöbbet, de úgy látszik, hogy sikerült neki, úgyhogy meg is érdemel egy nagy tapsot a mai szervezésért, és hát minden más kollégám is, a masszöröket pedig külön kiemelném, mert azért az nagyon kemény, amit ők a mai nap véghez fognak vinni. Még egyszer sok szeretettel köszöntöm Önöket. Ez már a 8. egészségnap, amit megszerveztünk, és itt a Széchenyi fürdőben pedig a 4. alkalom, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy kiváló hagyományt sikerült teremtenünk, és ezt folytatni kívánjuk a jövőben is. Fergeteges hangulat volt itt a Széchenyi strandon. Hogy érezted magad? Nagyon köszönöm azt a lehetőséget, hogy eljöttem ide. Először is az épület a világ egyik legimpozánsabb épülete, csodálatos strand. Én ugye nem voltam még belül soha, szégyen vagy nem szégyen. Kívülről már nagyon sokszor láttam, és ugye szembesültem avval, hogy ezt miért világhírű. Most már értek mindent. A másik, hogy nagyon érdekes egy ilyen műsorba eljönni, és Tejdő Gabi barátnőnk meghívására nagyon-nagyon örömmel jöttem. Egy az, hogy őt nagyon kedvelem. Régóta ismerik egymást, mint fotós dolgozott már velem elég sokat, sok újságnál. És mondta, hogy ez a terézvárosi rendezvény lenne, és elsősorban az itt strandolóknak kellene egy kis műsort tartanom. Mondtam, hogy hát, hogyha a strandolók nem menekülnek ki, amikor énekelek, akkor nagyon szívesen jövök. Úgy néz ki, nem menekültek ki, úgyhogy nagyon jól éreztem magam ebben a nagy melegben. Egy kicsit azért olyan érzésem volt, mint indián lennék kikötözve egy karóhoz, és csepegtetnék a vizet a homlokomra, mert ugye itt mindenki strandol fürdőzik, én meg itt a 36 fokos kánikulában a napon aszolódtam, de tökéletesen kedvesek voltak, aranyosak, bájosak, szeretetreméltóak, és az volt az érzésem, hogy szerették azt, amit csinálok. És ez nekem borzasztó fontos, minden réteg, ez minden korosztály, az akárhova megyek, tegnap gyerekeknek énekeltem, tegnap előtt egy rendes nagy koncertem volt, minden nap megyek valahová, és nagyon jó érzés azt látni, hogy ha az ember értelmesen beszél értelmes emberekhez, akkor ebből mindig valami jó sül ki. Evessi Tamás koncertje volt pár perccel ezelőtt, fantasztikus hangulatban, alkalmi tánckarral, éneklő nyugdíjasokkal. Hogy tetszett, hogy érezte magát? Nagyon-nagyon tetszett. Először is köszönetet mondanék a kedvenc polgármester asszonyunknak, hogy ismét itt lehetünk, és a Tamás valóban, ahogy mondta, hogy egy életen át kell táncolni, és nagyon dicsérte magyarokat, Magyarországot, habár az egész világot bejárta elmondása szerint, de nagyon dicsérte, dicsérem, hogy kiemelte, hogy milyen szép országban jó emberek között lakhatunk. Mi volt eddig a program itt kint a strandoláson kívül? Különösebb nem volt, olvasgattam, és masszírozáson voltam, nagyon ügyes volt a hölgy is, és bízom benne, hogy a jövőben is lehet ilyenben részünk.
Hát egy új helyszínt avattunk az aquafitnessesek számára. Hogy éreztétek itt magatokat? Milyen volt ez az új helyszín? Nagyon jól éreztük itt magunkat, mert végre friss levegőn lehettünk kint, meg ugye a Széchenyi fürdőbe pár átalakítást terveztek, és az a benti medence az nekünk nem teljesen optimális, sokkal melegebb. Ez azért picit hűvösebb, jobban jár a levegő, sokkal több ember is jutott el így hozzánk, mivel több ember látta, valamint zenét is sikerült ezáltal szolgáltatni. Tehát akkor mondhatnánk, hogy ez egy igazi premier volt számotokra. Igen, pontosan. Jól sikerült szerintem, és még nem csak terézvárosiak jöttek, hanem külsősök is egyre többen. Utolsó szakaszához érkezett a nyugati tér megújítása. A munkálatok befejezéséig minden nap látványos változást tapasztalhatnak az arra járók. A Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs keretéből, a Terézvárosi Önkormányzat saját költségvetéséből, valamint a felújításban együttműködő nagyáruház forrásaiból zajló térfelújítás a tervezett ütemben halad. A kivitelező, a megfelelő munkaszervezésnek köszönhetően az építési munkáknak cseppet sem kedvező, ismétlődő hőségriadók ellenére tartja a határidőt, mondta az építkezést összehangoló heti egyeztetésre érkező Pap László, Terézváros alpolgármestere, miközben Ódri Balázssal, a kivitelező műszaki vezetőjével számba vették az aktuális tennivalókat. Az alpolgármester hangsúlyozta, az új födén megépülésével már láthatóak a korábbinál mintegy 400 négyzetméterrel nagyobb közösségi tér végleges kontúrjai. Az építkezés elején a kívülállók számára kaotikusnak tűnő kép eltűnőben van. A hátralévő időben minden egyes nappal látványos változásoknak lehetünk szemtanúi. Mint mondta, végig kísérhetjük, hogyan elevenedik meg a tervrajzon megálmodott, a kerületben élők és az átutazók igényeit kiszolgáló korszerű és esztétikus közösségi tér. Országszerte érkeznek a tankönyvek az iskolákba. Már csak pár hét és megkezdődhet a 2015-2016-os tanév. Stábunk a Bajza utcai általános iskolában járt, ahol a tankönyvek kicsomagolása mellett néhány diákot is sikerült lencse végre kapni, amint az új könyvek iránt érdeklődtek. Augusztus 3-ától országszerte hordják az iskolákba a tankönyveket. Mi a Bajza utcai általános iskolába jöttünk el megnézni, hogy hogyan is történik ez. Ez mindig izgalmas a számunkra. Ebben az évben ugye új formában, nem csomagolva személy szerint, hanem úgynevezett tankönyvekként ömlesztve, természetesen nem ömlesztve, raklapokon érkeztek a könyvek. A kollégáimnak azért most lesz bőven munkája, hiszen ezt szét kell neki szortírozni minden egyes tanulóra. Mi úgy oldjuk most meg, hogy itt, ahol ebben a teremben vagyunk, itt lesznek a úgynevezett fizetős és azok az ingyenes tankönyvek, amelyek valamilyen szociális rászorultság vagy egyéb okból jár. Az első, második, harmadik évfolyam minden tanulója ingyenesen kapja ebben a tanévben már a tankönyvet, az ő könyveiket egy másik terembe helyezték el, és szeptember 1-én fogják megkapni a tanítónéniktől az egész csomagot. Nagyon szervezetten folyik ez a munka. Kaptunk az önkormányzattól is közmunkásokat, akik segítenek felhordani. A postai alkalmazottak, ugye ők, akik az átvételben segítenek, illetve nekem itt a kollégáim között is, a takarítók, portások is nagyon szívesen segítenek, hogy ez itt történjen. Természetesen egyfajta ellenőrzés is történik. A helyi klikből is voltak, megnézték, hogy problémamentesen, zökkenőmentesen történjen. Nagyon fontos, hogy úgy kezdjük el a tanévet, hogy minden tanuló a kezébe vehesse a tankönyvcsomagot.
csomagját, mert az nagyon nehéz, hogy neked majd később, te majd később. Így is lesz ilyen, hiszen azok a tanulók, akik most fognak beiratkozni augusztusban az iskolánkba, nekik majd egy pótrendelés kapcsán kell megrendelnünk a tankönyveket. Hát azért ezt megszoktuk, hogy a Bajzai utcai iskolában nem lehet unatkozni, itt mindig történik valami, lassan elkezdődnek a felújítások. Az igazgató asszony mindjárt elmegy és órarendet fog átbeszélni a tanárúrral, tehát hogy itt azért nyáron sem áll meg az élet. Igen, van egy tévhit, ugye milyen jó a pedagógusoknak, akiknek 3 hónap szabadság jár, természetesen nem egyrészt mi június végéig, ugye július elejéig dolgoztunk, illetve augusztus végén szintén elkezdjük a munkát, néhányan egy kicsit hamarabb. A tantárgyfelosztás az nagy rából elkészül június végére, ilyenkor augusztusban rögzül, ezt nekem egy feltöltő felületen még föl is kell tölteni, mert most az új rendszerben átláthatóbbá válik így ezzel a dolog, bár az informatika nem mindig működik hibátlanul. Másrésztről viszont el kell készítenünk, mi mindig elkészítjük augusztus utolsó hetére az órarendünket, mert van egy elképzelésünk, és akkor a tanárok még, hogyha rájönnek valamit, nem úgy csináltunk mégsem, akkor azon már könnyebb javítani, mint egy vadonatújat elkészíteni, úgyhogy most a riport után igen a kollégámmal egyeztetjük, nézzük, hogy minden tanárnak, és legelsősorban és legfontosabb minden tanulónak egy viszonylag jó órarendet készítsünk. Várjátok-e az iskolát? Hát, igenis, meg nem is. Várom a barátaimat, meg a tanárnőt, de a nyár az jó. Te most mész 5., te most mész 4. Mi a kedvenc tantárgyatok? Nekem a matematika. Hát hiszen nem véletlen fogtad meg a matematika könyvet. Neked? Nekem inkább az irodalom. Hát itt az első között vagytok, akik belenézhettetek az új tankönyvekbe, hiszen ez még nincs átadva, még nem adták oda ugye a diákoknak. Mi tetszett belőle a legjobban? Mi fogott meg benneteket most? Hát hogy az, hogy nagyobb számokkal fogunk foglalkozni. Az mit jelent a nagyobb számok? Hol tartotok? Tehát meddig tanultatok most? Hát 1000-ig. Aha. És akkor most többig. Mondjuk én 2000-ig fogom most tanulni. Neked mi tetszett az irodalomkönyv? Hogy mondjuk a Pál utcai fiúkból van ilyen összefoglalás, minden. Tehát gyakorlatilag mondjuk ki, hogy várjátok az iskolát, azért egy kicsit titokban várjátok így a szünet végén. Hát igen, egy kicsit várjuk. Kívánom a gyerekeknek is, hogy még használják ki a hátralévő jó időt, és pihenjenek sokat, meg a kollégáimnak is töltődjenek fel, mert azért nagyon sok dolgunk lesz a következő tanévben is. A Terézvárosi Napközis tábor diákjai egész nyáron gazdag programok közül választhatnak. Stábunk ezúttal az 5-ös 10-ben a Ládafia Báb Színház előadásán és a Bajza utcai általános iskolában az egyik úszás foglalkozáson járt. A Derkovics általános iskolában működő tábor augusztus végéig tart nyitva. A jelentkezés folyamatos. We'll be right back.
Itt vagyunk a Bajza utcai általános iskolában, az Uszodában, de a Derkos napközis tábor gyermekei. Hogy érzed magad a Derkos tábor? Hát nagyon jól. Mondd el nekem, hogy mi tetszett eddig a legjobban a táborban, milyen élmények vannak? Hát nagyon jó, egy csomó program, meg minden. Milyen program? Például bábszínház, ilyen élményparkok, meg tarzonpark, meg náci strand, holnap éppen oda megyünk. Uh-huh. És a bábszínházban mit láttatok? Hát volt először egy kerékpáros bemutatvány, ami nagyon, nagyon tetszett, és utána meg ilyen békás mutatvány volt, ahol egy nénnek betettek egy játékbogarat a hajába, és utána pedig a békát megetették azzal. És most pedig úszni tanultok, vagy csak fürödtök? Hát egy kicsit úszunk, azt utána meg egy fél, 10 percet játszunk. Te hogy érzed magad itt a napközis táborban? Milyen programok voltak, és mit szerettél a legjobban eddig? Hát a bobozás van, meg van úszás, bár az mindig van, meg ki szoktunk menni a játszótérre, de nekem az összes közül nekem csak a bobozás tetszik, meg a strandolás. Meg holnap megyünk ki a Váci strandra. Tehát akkor a víz az neked sokat jelent? Igen. És az úszott csoportban miért jelentkeztél? Hát mert nyárban is meleg van. Szeretsz úszni, jársz-e úszni, tanultál-e úszni? Tanultam úszni, meg szeretek is úszni. Hát Balázs, neked ez nem egy új terep itt a Bajza utcai általános iskolának az udvara, hiszen te ide jársz iskolába, ugye? Igen. És most az úszodában voltatok, az úszócsoportban. Szeretsz úszni, és tanulsz úszni? Igen. Azt tudom, hogy a kedvenc úszónemem a gyorsúszás, meg a búvárúszás, és én azért szeretek ide járni, mert legalább megtanulok úszni. De figyelj, és a Derkótábor hogy tetszik? Milyen volt eddig a kedvenc programod? Eddig a tegnapi nap, mert megritka 5-10-ből a spodgyabok ki a vízből. Azt szeretném mondani, hogy én nagyon jól éreztem magamat a táborban, és eddig is jól érzem magam. Azért jelentkeztem az úszó táborba, mert nagyon szeretek úszni, meg talán... Szeretsz játszani, gondolom, nem csak úszni, játszani. Milyen programok voltak, amik eddig a legkedvesebbek voltak számodra? Hát tegnap mentünk a moziba megnézni a Spongyabobot, és ma pedig mentünk színházba, és mikor én nem voltam a héten, az egyik barátom mondta, hogy voltak a Tarzan parkba, és nekem ez a tábor megtetszett, és azért jöttem ebbe a táborba. Hát itt vagyunk a régi iskoládnak az udvarán, a Bajzasuli udvarán. Most éppen a Derkótáborosokkal úszni jöttetek. Milyen ez a Derkótábor? Hát nagyon jó, különféle programok vannak, csoportok vannak. Neked itt mi a szerepet? Ha megyünk valahova, akkor figyelek a kicsikre, hogy azért sorba menjenek. Például meg, hogyha megyünk mondjuk ebédelni, akkor én hívok össze mindenkit, hogy jöjjenek. Én szedem össze a többieket. Külső programokkal mi a feladatod? Hát figyelni a kicsikre, hogy mit csinálnak, meg... A bobozásnál például menni velük, így. Nagyon helyesek, itt elmondták a gyermekek, hogy érzik magukat. Itt éppen a reggeli
maradékot eszik, mert hogy korán volt már ebéd, hiszen 5-10-ben volt délelőtt program, most pedig az úszó csoport volt itt. Milyen programok vannak itt a nyári táborban, mik a közkedvelt programok? Ebben a táborban különböző csoportokba vannak beosztva a gyerekek. Van úszócsoport, kézműves csoport, táncos csoport, info és sportcsoport. A mi csoportunk az úszó csoport, ők minden délelőtt járnak úszni. Ezen kívül délután, tehát ezen felül délután különböző programokban vehetnek részt, amit elmondtak, színház, mozi, kézműves foglalkozás, Tarzanpark, holnap Váci strand, tehát nagyon, nagyon színes programok, ahol tényleg nagyon-nagyon jól szokták érezni magukat. Mennyire kovácsolódnak ilyenkor össze a gyerekek, hiszen ugye Terézváros összes iskolájából, sőt még vendéggyerekek is jönnek a táborba, mennyire összekovácsoló erő ez? Szerintem igen, mert vannak olyan gyerekek, akik az egész nyarat itt töltik ebben a táborban, de vannak olyanok, akik csak néhány hetet, vagy azért, mert nem érnek rá a szülők otthon vigyázni rájuk, vagy azért éppen, mert nagyon jók a programok. Tehát egy-egy csoport eléggé összekovácsolódik, mert a hasonló érdeklődésű gyerekek kerülnek egy-egy csoportba. Tehát akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy sikeres a Derko tábor, és mindig vannak gyerekek, akik jelentkeznek, hiszen itt előbbi interjú alanyunk is elmondta, hogy eljött egyszer, és megtetszett neki, és kérte, hogy hagyja jön. Tehát akkor nyugodtan elmondhatjuk, ugye, hogy ez egy sikeres tábor. Ez egy kimondott sikeres tábor, és nagyon szívesen adják be a szülők a gyerekeket, és jól érzik magukat itt a gyerekek nálunk. És hogyha esetleg van még jelentkező, akkor jöhetnek még. Meddig van a tábor? Augusztus végéig, tehát 20-a után a 3 nap munkanap még, ami benne van még a tábor idejében. Tehát akik most nézik, és kedvet kaptak itt a legényektől, lányoktól, hogy elmondták, hogy hogy érzik magukat, még jöhetnek? Még jöhetnek a 6. kerületiek. Ismét több százan voltak kíváncsiak a Térzene, Zenetér koncertsorozatra, ahol ezúttal a francia chanson királynőjének dalait hallhatták. Edith Piaf 100 éve született. Őt megidézve Kárász Esztertől hallhattak közismert és közkedvelt melódiákat, amelyek a Hunyadi térre varázsolták Párizs és a Montmartre hangulatát. Az egyórás chansonesten a dalok között részletek hangzottak el Piaf önéletrajzi írásaiból is, amelyek tükrözték a művész legmélyebb érzéseit. Kárász Eszter konduktor, Boholc doktor, előadó művész, színész, most jelen pillanatban előadó művészként vagy itt a Hunyadi téren első alkalommal. Honnan van a Piaf szereteted? Nagyon-nagyon régen, még 10 éves koromban hallottam körülbelül, ha jól emlékszem, az első dalt tőle, és ez a tipikus szerelem első hallásra volt. Nem tudom, hogy mi vonzott mágnesesen oda, akkor még kazettás magnó mellé, de vagy 45-ször meghallgattam még akkor a Milordot, ez volt az első szám, amit hallottam, és onnantól kezdve gyakorlatilag végigkíséri az életemet. Nagyon sokáig nem akartam elénekelni, úgy gondoltam, hogy Piaf után minek, ő nála ezeket senki nem tudja jobban. Aztán adódott egy felkérés, és annyira sokat jelentett nekem Piaf, annyira sokat segített az én életemben, olyan sok érzelmet mozgatott bennem meg, ugye sok-sok év során, hogy azt gondoltam, hogy szívesen megmutatnám viszont azt, hogy nekem mit jelentenek az ő chansonjai. Tehát semmiképpen nem utánozni szeretném, hanem inkább azt elmondani, hogy én mit éltem meg az ő dalain keresztül, és én miért szeretem ezeket a chansonokat, és tulajdonképpen ez egy tiszteletadás Edith Piafnak. Ugye idén lenne 100 éves, hogyha még élne.
és én idén különösen nagyon sokat gondolok rá, de hát gyerekkorom óta dúdolgatom a sanzonjait. Padam, 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 il arrive encore un derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Tulajdonképpen mindig zavarba jövök, amikor megkérdezik, hogy mi is vagyok valójában, mert valóban konduktorként végeztem a Petőintézetben, akkor nem vettek fel a színművészetire, és nagyon szerettem ezt a szakmát, nagyon sokáig dolgoztam mozgássérült gyerekekkel, felnőttekkel, tanítottam őket járni, beszélni, élni. De aztán visszavonzott a színház, és egyre többet játszottam színházakban, és ennek a kettőnek az ötvözete tulajdonképpen a Bohóz doktori munkám. Most már 14 éve a Pirosor Bohóz doktorok alapítványnak a tagja vagyok, és járunk kórházakba beteg gyerekeket egy kicsit a nevetés erejével gyógyítani. És emellett valahogy a zene uralja most leginkább az életemet, az Eszter Lánc mesezenekarral járjuk az országot, meg Budapestet is, és kortárs költőket zenésítünk meg, és visszük közelebb őket a gyerekekhez, és szerencsére most ezt a Piaf sanzonestet is egyre többet játszhatjuk, hogy tulajdonképpen most a zene és a Bohóc munka szövi át az életemet, meg a két csodálatos gyerekem. Azt is áruljuk el a kedves nézőknek, hogy honnan is ismerhetnek téged, mint gyermekszereplő. Általában, mikor rám néznek, akkor a szamárgöhögést szokták emlegetni. Ez 8 éves koromban volt, nem mondom meg hány éve, de már nagyon sok évtizede. És hát onnantól kezdve ez a film elindított ezen az úton. Több filmben is szerepeltem utána, a tévés műsorokban, a Kölyök időben, és hát a Magyar Rádióban is nagyon sok hangjátékban szerepeltem, és a rádióbeli munkám, a Szabó család, a Daráló, és ez a sok hangjáték, meg a rádió gyerek stúdiója is nagyon meghatározta az életemet. Hoztál ma nekünk Piaf dalokat? Elsősorban Piaf sanzonokat, főleg az ismertebbek közül, mert én nagyon szeretem, hogyha közösen énekelünk, és nagyon sokszor előfordul, hogy dúdolják velünk a közönség soraiban, úgyhogy olyanokat, amik talán mindenkinek megszületnek majd a fejében, és a száján is kijönnek. És prózai részek is lesznek a dalok között, ezek elsősorban Piaf önéletrajzi írásaiból vannak összeszedve, hogy mit jelent neki az éneklés, a sanzonok, egyáltalán hogyan nyúl hozzá egy sanzonhoz, hogyan készül fel a szerepeire, de hát ugye az ő életét a szerelem határozta meg leginkább, úgyhogy arról is nagyon sok idézet lesz. És ezeket én egy újságban találtam, a Párizsban dolgoztam akkor még konduktorként, és egy 1963-as pári mács jött velem szembe a Szajnaparton egy újságárusnál, és azokból fordítottam ezeket a részleteket. Ez az újság itt is van velem, és minden előadáson elkísér. Hogyan magyarázza hangjának csodáját? Hát szeretem a sanzont. Boldog? Amikor énekelek, akkor igen. Szereti az életet? Igen, igen. Mi a jelmondata? Szeretni. Ha a tanácsot kellene adnia egy nőnek, mit mondana neki? Szeressen. Egy férfinak? Szeressen. Egy fiatal lánynak? Szeressen. Egy gyereknek? Szeressen. És nekem? Vajon mit üzenne nekem? Számodra mit jelent a zene? Azt hiszem mindent. Én akkor is énekelek, ha szomorú vagyok, akkor is énekelek, ha boldog vagyok, sokszor az utcán hazafelé is énekelek, amiért furcsa pillantásokat is szoktam kapni. A gyerekeimmel is nagyon sokat énekelünk, iskolába menet, a játszótérről hazafelé menet, az utcán. Én azt hiszem, hogy az ember életéhez nagyon sokat tesz hozzá a zene, és olyan helyekre tud nyúlni az ember lelkében, ahova semmi más nem. Olyan pontokat tud megszólítani és meggyógyítani, amiket semmi más, a szavak sem. Úgyhogy mindent. Allez, venez, mille, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable, laissez-vous faire, mille. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et mon pied sur
Kedves nézők, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A jövő héten ismét találkozunk, addig is írjanak nekünk, hívjanak bennünket a képernyőn látható elérhetőségeken. Minden jót, a viszontlátásra!